Többek között a Vámbéri téren is már az új parkolóautomaták üzemelnek, amelyek működése hasonló, mint a régieké. Elsőként azokat az automatákat cserélték le, amelyek egyáltalán nem működtek. A új automatákba bele kell dobni a érmét, úgyhogy van, lehet vásárolni a SMS-re parkolást, tehát választani nyelvet, a szlovákul, magyarul, végül is a német vagy angol nyelvet lehet választani benne. A öreg automaták 11 évesek voltak, a nyírkos időben és a fagyos időkben nagyon gyakran előfordult, hogy nem működtek automaták, sok volt a hiba benne, úgyhogy lecserélésre szorultak. A parkolójegyek meglétét a városi rendőrök ellenőrzik. Fél éve két rendőrrel bővült az állomány, akiknek a parkolójegyek ellenőrzése a feladatuk. Korábban a gépjárművezetők gyakran arra hivatkoztak, hogy a parkolóautomaták meghibásodása miatt nem tudnak jegyet váltani. Mára fokozatosan javul a fizetési morál. A városi rendőrség statisztikája szerint a ellenőrzött autók mennyiségből körülbelül az a 6-10%, amik nem vesz parkolójegyet, SMS-en keresztül nem fizeti be a parkolást. Szemmel láthatóan azokon a helyeken, ahol gyakrabban megfordulnak a rendőrök, nagyobb mennyiségbe veszik SMS-en keresztül a jegyeket. Előző évekhez képest sokkal több lakosnak van évi parkolókártyája is. A municipál városi cég 5 éves bérleti szerződést írt alá a parkolóautomatákat üzemeltető vállalattal, akik karban tartják az automatákat, és meghibásodásuk esetén eltávolítják a hibákat. A városban szeptember 7-ig mind a 34 parkolóautomatát újra cserélik.